Mezőkövesd elleni 1-0-ás vereség után beszélgetünk. Mi volt ez? Vízilabda? Vízi foci? Hogyan érted meg belőle? Ahogy kimentünk már melegíteni, már mondták, hogy esik az eső, és ahogy kimentünk, az egyre inkább csak fokozódott, átment egy jégesőbe, amit nyilván a pálya nem bírt el, és ez rá is nyomta a bélyegét a mérkőzésre, és hát, de hát ehhez kellett alkalmazkodni mindkét csapatnak. Sajnos mi maradtunk alul a mai mérkőzésen. Hogyan kellett alkalmazkodni, egyébként milyen tanácsokkal látott el titeket a vezetőedző? Leginkább legjobban leegyszerűsíteni a játékot, próbálni minél kevesebb kockázatot felvállalni hátul, kerüljük a hátrapasszokat, nem tudjuk, hogy mikor fogja meg a labdát. Nyilván egy ilyen szituból is kaptuk a gólt, sajnos. Hát, de azt gondolom, hogy az egész meccsen mindent megtettünk, ott voltak a helyzeteink, sajnos nem mentek be. Mennünk kell tovább, azt gondolom nem lehetek nagyon szomorú, mert tényleg szerintem mindenki mindent beleadott a mérkőzésbe. Igen, ez látszott is, és Szabó István is beszélt arról, hogy az időjárás ellenére azért ti nem felrugdostátok a labdákat, hanem próbáltatok passzok a helyzeteket kialakítani. Mi hiányzott szerinted a végén, hogy a gól nem jött össze a sok helyzetből? Hát, nem tudom, talán egy gólt, ha hamarabb megtalálunk, akkor kicsit megnyugszik a csapat, és belementünk egy ilyen spirálba, hogy mindenki kihagyta a helyzetet, és ezt végigvittük az egész meccsen sajnos, és hát nyilván így gól nélkül nehéz nyerni. A végén elhitted, hogy Prisi Teli mit művel? Hát igen, sajnos el kellett hinnem, mert láttam, nyilván jó formában van, kapufát is rúgtunk, ő is jól védett, a védők is jól zártak, blokkoltak, szóval tényleg nem tudok elmondani. Az mennyire fáj ebben, ugye, hogy a hazai veretlenségeteket veszítettétek el, illetve a tavaszit is, de nyilván itt most az a hazai egy kicsit nagyobb szó. Azt gondolom, hogy nem akkora probléma, nyilván örültünk, hogy egy ekkora sorozatot vittünk végig, mind ezt a 10 meccses veretlenség sorozatot, mind azt, hogy egy évig nem kaptunk ki otthon, de nyilván nem lehet örökké húzni ezt a sorozatot. Reméljük, hogy jövő héten tudunk javítani. Igen, a közönség azért így is állva tapsolt titeket. Futballáz van Kecskeméten? Bízok benne, hogy igen, így is azért szép számban kijöttek a szörnyű idő ellenére, amit nagyon köszönünk nekik, és nagyon jó érzés, hogy ennyien támogatnak minket. A hétköznapokban egyébként érzékeltek valamit ebből a futballázból? Hát nyilván az, amikor a városban vagyunk, akkor ja, persze felismernek, oda jönnek, gratulálnak nekünk, ami nyilván egy plusz löket, jó érzés, és ez is plusz motivációt kell, hogy jelentsen, hogy ennyi embernek tetszik, amit csinálunk. Igen, és akkor jön a következő meccs, Puskás Akadémia, mondhatni rangadó a dobogóért. Fontos meccs lesz. Abszolút, most már nem tudom, hányadik ilyen meccsüket játszottunk ugye a Kisvárdával, akkor is a második, harmadik játszott, utána a Debrecennel, most jön még egy. Reméljük, mi mindent bele fogunk adni, reméljük megint mi leszünk a győztesek. És akkor most már tényleg olyan célok lebegnek a szemek előtt, hiszen a bűvös 40 ponton már túl vagytok, hogy itt ott maradni a dobogon? Hát még arról korai szerintem nyilatkozni, még egy 3-4 forduló múlva talán okosabbak leszünk, de az első ötben mindenképp szeretnénk ott lenni, azt gondolom, hogy ez reális cél lehet.